32. fejezet. Mit felel Don Quixote a korholásra és más fontos és mulatságos események? Don Quixote fölugrott hát, de tetőtől talpig úgy reszketett egész testébe, mint a kocsonya, s dadogva, akadozva így szólt. A hely, ahol szállok, a személyek, akiknél körében vagyok, s a tisztelet, amelyel kegyelmed rendje iránt mindig viseltettem, fogva tartja és leköti méltó haragomat. Így hát az említett okok miatt, és mert szélese világ tudja, hogy a reverendába öltözötteknek ugyanaz a fegyverük, mint az asszonyoké, tudnék a nyelv, én is hasonló fegyverrel akarok síkra szállani tisztelendőséged ellen, akitől inkább jó tanácsokat vártam volna, mint gyalázatos sértegetést. A kegyes és jóindulatú feddéshez más alkalmat és más hangot kell választani. De amidőn tisztelendőséged oly nyíltan és oly keményen támadott meg engemet, minden esetre túlment a jó akaratú feddés határán, mert e feddésnek inkább szelídnek, mint keménynek kell lennie. És bizonyára helytelen, ha valaki csak nagy könnyedén összebolondozza és szamarazza a bűnöst, bár nem ismeri bűnét alaposan. Mert ugyan mondja, kérem, miféle őrültségeket követtem én el, amiért tisztelendőséged megró és pirongat, s azt parancsolja, hogy takarodjam haza, és viselkedjem jól, és a házam táját gondozzam, feleségemet, s gyermekeimet. Holott azt sem tudja, van-e vagy nincs házam és családom. Illik-e, hogy valaki se teszi, se veszi, csak így ajtóstól rohanjon be más ember házába, hogy magának a gazdának is fölibe kerekedjék? S ha valami szűkkörű intézetben, úgy, ahogy fölnevelkedett, többet se látva a világból 20-30 mérföldnyi területnél, szabad-e oly vakmerőnek lennie, hogy a lovagságnak törvényt szabjon, és a kóborlovagokat bírálgassa? Avagy talán hiába való fáradtság és elvesztegedett idője, amit arra fordít az ember, hogy a világban szerte járjon, s ne a világ örömeit keresse, hanem bizony a gyötrelmeket, amelyeknek ösvényén a jók a halhatatlanság hajlékába jutnak. Ha engem a lovagok, a nagyok, a nemesek, az előkelők tartanának bolondnak, elviselhetetlen gyalázatnak tekinteném. De ha oly tudósocska nevez balgatagnak, aki maga még csak hozzá se szagolt a lovagság viselt dolgaihoz, azzal ugyan egy morzsákat sem törődöm. Lovag vagyok, s ha mindenható úgy akarja, lovagként fogok meghalni is. Némely ember a büszke önzés tágas mezején halad, a másik az alacsony és szolgai hízelgés útján, megint mások az ámító szenteskedésén, s némelyek az igazi valóságosság törvényén. Ami engem illet, csillagom intését követve a kóbor lovagság keskeny útján járok, s hivatásom szolgálatában megvetem a vagyont, de nem a becsületet. Én sérelmeket megtoroltam, ferdességeket eligazítottam, szemtelenségeket megbüntettem, óriásokat legyőztem, s kísérteteken diadalmaskodtam. Szerelmes vagyok, de csak annyira, amennyire a kóborlovagnak szerelmesnek kell lennie. És ha szerelmes vagyok is, nem tartozom a vétkes szerelmesek közé, hanem magamat megtartóztató, plátói szerelmes vagyok. Szándékom mindig nemes célt követ, hogy mindenkivel jót tegyek, senkivel se rosszat. S már most megérdemli-e, hogy bolondnak nevezzék, ha valaki így gondolkozik, így cselekszik, ebben fáradozik. Mondja meg ezt magasságtok, kegyelmes herceg és hercegné. Jól megadta neki, mondta Sancho Panza. De ne is szóljon már kegyelmed egy kukkot se a maga mentségére, mert többet se mondani, se gondolni, se állítani nem lehetne. S kivált, mikor ez az úr is úgy tagadja, amint hogy csak ugyan tagadja, hogy a világon valaha volt, s ma is van kóborlovag, lehet-e csodálni, ha még csak nem is konyít semmihez, amiről itt okoskodik. Kend meg talán az a bizonyos Sancho Panza, kérdezte a pap, akiről azt mondják, hogy az ura valami szigetet ígért neki. Igenis, én vagyok, válaszolta Sancho. Amit ígértek, megérdemlem, úgy, mint akárki fia. Én is azt vallom, jó bornak, jó embernek eredetét ne keresd meg. Meg azt, nem a ruha teszi az embert, meg azt, öreg fának árnyékában nyugszik az okos. Én jó uram árnyékába húzottam, s már több hónapja vagyok társaságában, ha az Isten úgy akarja, egészen az ő mása leszek. Hogyha ő él, én is élek. Ha neki jut birodalom, hogy uralkodjék, nekem is jut szigetecske, hogy kormányozzam. Jut bizony, Sancho barátom,
vágott most közbe a hercegasszony. S Don Quixote úr nevében én magam bízom kegyelmedre egyik szigetemnek éppen üresedésben levő, mégpedig elég tekintélyes kormányzóságát. Borulj térdre, Sancho, mondta Don Quixote, s csókold meg ő kegyelmessége lábát nagy jóságáért. Sancho engedelmeskedett, a pap pedig nagymérgesen fölkelt az asztal mellől, és így szólt. A reverendámra mondom, excellenciád épp oly balgatag, mint ezek a bűnösök. Hogy ne lennének bolondok, ha még az okosok is szítják bolondságukat? Ám mulasson velük, excellenciád, de amíg ezek itt tartózkodnak, én elvonulok, hogy ne legyek kénytelen rosszallani, amit nem orvosolhatok. Egy szót sem szólt többet, egy falatot sem evett, hanem távozott. A hercegi pár engesztelése sem szelídítette meg, bár az igazat megvalva, maga a herceg nem is igen tartóztatta, mert annyira nevetett képtelen nagy haragján, hogy szóhoz se tudott jutni miatta. Nevetése csillapottával így szólt aztán Don Quixotéhoz. Kegyelmed oly fenségesen válaszolt, oroszlán lovag úr, hogy a látszólagos sérelem megtorlására nincs elég tételre szükség, hiszen nem is volt sérelem, mert amit kegyelmed igen jól tudja, a papoktól épp oly kevéssé lehet fölvenni a sértést, mint az asszonyoktól. Úgy van, válaszolta Don Quixote. Ennek az az oka, hogy aki maga sérthetetlen, senki mást meg nem sérthet. A nőket, gyermekeket, papokat gyalázat nem érheti, mint hogy ők nem védelmezhetik magukat, ha megbántják is őket. Márpedig, amint excellenciád igen jól tudja, a sérelem és a gyalázat között van némi különbség. Csak olyan ember gyalázhat meg bennünket, akinek módja van és él is vele. Azonban helyt is kell állnia. Sérelem azonban bárki részéről érhet bennünket, anélkül, hogy gyalázatot hozna ránk. Például... Valaki gondtalanul megy az utcán, szembe jön vele 10 fegyveres ember. Elpáholják, ő kardot ránt, s megteszi a maga kötelességét. De túlerő áll véle szemben, úgyhogy nem állhat bosszút. Ez az ember sérelmet szenvedett ugyan, de gyalázat nem érte. Egy másik példa ugyanezt bizonyítja. Egy embert hátulról, mögéje lopózva megüt valaki, és azzal megugrik, nem várja meg, hogy a másik utána vesse magát és utolérje. A megütött ember minden esetre sérelmet szenvedett, de nem gyalázták meg, mert ellenfele nem állt helyt. Ha azonban a támadó, még ha orozva üti is meg, kardot ránt és szembeszáll vele, nem csak megsértette, hanem meg is gyalázta. Maga az alattomos ütés sértés, de gyalázattá lesz, ha a támadó helyt áll érte, nem fut meg és megvárja ellenfelét. Így hát... Az átkozott párbaj törvényei szerint én is lehetek sértett fél, de meggyalázott nem, mert sem a gyermekek, sem az asszonyok meg nem gyalázhatnak, meg nem futhatnak, de szembe se szállhatnak velem, miként az egyházi rendhez tartozók sem, hiszen a háromféle népnek sem védő, sem támadó fegyvere nincsen. Így, bár a természet törvénye szerint megvédik magukat, nincs módjuk, hogy másokat meggyalázzanak. S ha az imént mondtam is, hogy sérelemért, most állítom, nem érzem magam sértve. Hiszen, ha valakit nem lehet meggyalázni, ő sem gyalázhat meg mást. Ezért föl sem vehetem, és nem is veszem föl, amit ez a jó ember mondott. Csak azt sajnálom, miért nem maradt itt, hogy legalább bebizonyíthattam volna, mennyire téved, ha azt hiszi, hogy nincsenek kóborlovagok, s nem is voltak soha e világon. Ha ezt Amadisnak, vagy számtalan utódai közül találja a szemébe mondani valamelyiknek, bizony pórul jár ő kegyelme. Bizony pórul, tudom Istenemre, erősítgette Sancho, s ütöttek volna rá akkorát, hogy úgy ketté vált volna, mint valami gránátalma, vagy kásás dinnye. Azokkal ugyan nem lehetett volna ilyen fokhegyről beszélni. A lelkemet merném rátenni, hogyha Reynoldos de Montalbán hallja, amit ez az uracska fecsegett, úgy képen felejti, hogy 3 esztendeig sem szólt volna egy kukot se. Esnék csak ilyennek a kezébe, bizony nem tudom, hogyan hordana el az irháját. A hercegasszony majd oda lett nevetében Sancho szavai hallatára, s azt tartotta, hogy még gazdájánál is mulatságosabb és bolondabb, egyébként ez időtájt igen sokan osztottak véleményében. Így hát Don Quixote csak ugyan lecsillapult. Az étkezésnek vége szakadt, s amint sor került az asztal leszedésére, 4 szobalány jelent meg.
Egyikük ezüst mosdótálat hozott, a másik egy vizes kancsót, szintén ezüstből, a harmadik egy igen drága hófehér törülközőt a vállára vetve, a negyedik pedig, aki félig feltűrte ruhája ujját fehér kezében, valóban fehér volt, egy nagy kerek nápolyi szappant. Jött a mosdótálas, és igen illedelmesen s könnyed nyájassággal Don Quixote szakálla alá tolta az edényt. A lovag egy szóval sem tiltakozott, de nagyon csodálkozott ezen a ceremónián, s azt hitte, hogy ezzel a háznál bizonyosan az a szokás, hogy az embernek ebéd után nem a kezét, hanem a szakállát kell megmosnia. Így hát annyira előre tolta az állát, amennyire csak tolhatta, a kancsós lány meg vizet töltött rá, azután pedig a szappanos leány nagy gyorsan beszappanozta, s olyan habot vert, mint a hó, mert csak ugyanolyan fehér volt, s bekente véle az engedelmes lovagnak nem csupán a szakállát, hanem még az arcát, sőt a szemét is, úgyhogy be kellett hunynia. A herceg és a hercegné semmit sem tudtak a furfangról, és csak várták, mi lesz ebből a különös mosdatásból. Mikor a borbély kisasszony már egy ujnyi vastagon bekente szappannal a lovagot, úgy tett, mintha elfogyott volna a víz, és mindjárt küldte is a kancsós lányt friss vízért, és megkérte a lovagot, legyen szíves addig várakozni. A leány tüstént el is ment. Don Quixote pedig várakozott, de olyan különös képpel, hogy nevetségesebb már el sem képzelhető. A jelenlevők pedig ugyancsak szép számmal voltak, nézték, s amint látták, majd fél ölnyire, előre nyújtott barna nyakával, behunyt szemmel s beszappanozott ábrázattal, igazán nagy erőfeszítésükbe került tűrtőztetni ők magukat, s valóságos csoda, hogy hangos hahotára nem fogadtak. A csintevő leányok földre sütötték szemöket, s nem mertek az uraságra tekinteni. A hercegi pár haragudott is, de meg majd elnevette magát, s azt se tudta, mihez fogjon, megbüntesse a lányokat vakmerőségükért, vagy pedig megjutalmazza őket a mulatságért, hogy így különös helyzetbe juttatták Don Quixotét. Végre a vizes kancsós leány visszajött, s ekkor egészen lemosták Don Quixote képéről a szappant, aztán a törülközőt tartó leány nagy lassan fölszárítgatta, s letörölgette. Ekkor mind a négyen egyszerre mélyen meghajtották magukat előtte, és távozni akartak. A herceg azonban, nehogy Don Quixote a tréfa nyomára jusson, magához intette a mosdótálas leányt, és így szólt. Jer ide, s mosd meg engem is, de legyen rá gondod, hogy ki ne fogjon a vized. A mókás, ügyes leány engedelmeskedett, a tálat épp úgy a herceg álla alá tartotta, mint az imént Don Quixotének, s azután septiben jól megmosták, beszappanozták, s letörölgették, s mélyen meghajtván magukat eltávoztak. Utóbb aztán kitudódott, hogy a herceg komolyan feltette magában, ha őt nem mosták volna meg éppen úgy, ahogy Don Quixotét, keményen megbüntette volna vakmerőségüket, s ezt a büntetést csak is úgy kerülték el, hogy a herceget is beszappanozták. Sancho az egész mosdató ceremóniát a legnagyobb figyelemmel nézte végig, s így szólt magában. Ennyi lánchorta! Bárcsak az volna a szokás ezen a földön, hogy a fegyverhordozók szakállát is megmossák, mint a lovagokét, mert Isten úgyse, magamnak is nagy szükségem volna rá, s kivált, ha még meg is beretválnának. Bizony megköszönném. Mit susok kegyelmed magában, Sancho? Kérdezte a hercegné. Azt mondom, kegyelmes asszony, válaszolta Sancho, hogy más fejedelmek udvaráról mindig azt hallottam, hogy ott asztalbontás után adnak ugyan vizet a kéznek, de lúgott nem a szakálnak. Ám már csak azért is, milyen jó, hogy ember soká él, legalább sokat lát, bárha azt tartják, hogy sokat kell bajlódnia, akinek hosszú az élete, de már egy ilyen mosakodás csak ugyan inkább gyönyörűség, mint keserűség. Ne aggódjék, Sancho, szólt a hercegné. Megparancsolom én a leányzóknak, hogy kegyelmedet is mosdassák meg, de ha szükséges, még meg is szapulják. Most előjáróban a szakálmosással is beérem, mondta Sancho. Később aztán Isten majd eldönti, mi légyen. Legyen rá gondja, udvarmester, szólt a hercegasszony, hogy Sancho kívánsága pontról pontra teljesüljön. Az udvarmester azt felelte, hogy Sancho úrnak bizonyára nem lesz semmire panasza, s ezzel ő is enni ment, s magával vitte Sancho-t. A hercegi pár és Don Quixote pedig még tovább is ott maradt az asztalnál, beszélgettek sok mindenféléről, de csak a fegyverviselés és a kóborlovagság köréhez tartozó dolgokról.
A hercegné arra kérte Don Quixotét, hogy, mert látja, milyen jó emlékező tehetsége van, írja le és fesse le Dulcinea del Toboso kisasszony szépségét, arca vonásait, mert aszerint, amit a hírregél bájairól, bízvást feltehető, hogy párját ritkítja a földkerekségét, de még az egész La Mancha tartományban is. A hercegné kívánságának hallatára Don Quixote mélyen fölsóhajtott, s így szólt. Ha ki tudnám szakasztani szívemet, s magasságot szem elé tehetném egy tányéron, meghímélném nyelvemet, hogy elmondja, amit elképzelni is alig lehet, mert excellenciád szívemben látná Dulcinea a képét. De hogyan merészkedjem én most pontról pontra, és egytől egyig leírni, és lerajzolni a páratlan Dulcinea a minden szépségét, hiszen az én képességeim nem birkózhatnak meg így feladattal. Ezt a feladatot Paraisos, Timantész és Apellész ecsetének, Lüsifosz vésőjének kellene megoldania, ők fessék vászonra, véssék márványba, ércbe képét, hiszen csak a cicerói vagy a démosztenészi ékes szólás lehetne alkalmas, hogy méltó magasztalja. Mit tesz az, hogy démosztenészi, Don Quixote uram? Kérdezte a hercegné. Ezt a kifejezést soha életemben nem hallottam. Démosztenészi ékes szólás, válaszolta Don Quixote, ugyanazt jelenti, mintha azt mondanók, Demosztenész ékes szólása. A cicerói meg Cicero ékes szólását. Ők voltak a világ legnagyobb szónokai. Úgy van, tette hozzá a herceg, és ezzel a kérdéssel a hercegasszony nem érdemelt valami nagy dicséretet. Hanem Don Quixote úr mégis nagyon lekötelezne, ha lefestené imádottját, mert azt hiszem, hogy néhány szóval vázolva olyan élénken állítja majd elénk, hogy a legnagyobb szépségek is megirigylik Dulcineát. Örömest megtenné minden bizonnyal, mondta Don Quixote, ha képzeletemből el nem rabolta volna őt a véle nemrég történt szerencsétlenség. Ez annyira szomorú, hogy imádottamat inkább siratnom kellene, mint lefestenem. Mert tudniok kell méltóságtoknak, hogy amint a minap felkerestem, hogy kezét megcsókoljam, áldását, beleegyezését s engedelmét kérjem, harmadik útra kelésemkor, más találtam, nem azt, amit kerestem. Elbűvölték, elváltoztatták hercegnőből parasztleányá, szépből rúttá, angyalból ördöggé, illatosból dögletessé, szépszavúból nyersbeszédűvé, szemérmesből bakugróvá, fényből homályá, egy szóval Dulcinea del Tobozóból, szajagói parasztlányá. Uram, irgalmazz! Kiáltott fel rémülten a herceg, s ki okozta a világnak ezt az iszonyú kárt? Kifosztotta meg őt ragyogó szépségétől, vidító elmészségétől, ékesítő erényességétől? Ki? Ismételte Don Quixote. Ki más lehetett volna? Egyik rosszindulatú varázsló a sok közül, akik engem szakadatlanul üldöznek. Ez az átkozott fajzat a véget jött a világra, hogy jók tetteit elhomályosítsa és megsemmisítse, a gonoszok cselekedeteit pedig fénnyel övezze s felmagasztalja. Engem varázslók fognak üldözni mindaddig, amíg fényes lovagi tetteimmel a feledés mély örvényébe nem taszítanak. Mindig ott állnak, és ott ártanak, és ott sértenek, ahol legsajgóbban érzem, mert ha valaki hölgyétől fosztja meg a kóborlovagot, szeme világát veszi el, a fénylő napot és oszlopát, amelyhez támaszkodik. Sokszor mondtam, és most újra mondom, hogy a kóborlovag olyan imádott hölgye nélkül, mint a fa levél nélkül, és az épület tető nélkül, az árnyék test nélkül. Ez ellen nincs mit mondani, jegyezte meg a herceg. De ha hiteles az a történet, amely nemrég jelent meg Don Quixote úrról az olvasó közönség legnagyobb örömére, akkor, ha ugyan jól emlékszem, kegyelmed egyetlen egyszer sem látta Dulcinea a kisasszonyt. És ez a kisasszony nincs is a világon, hanem csupán fantom a kegyelmed képzeletében fogamzott és született meg. Kegyelmed maga ruházta fel, kénye és kedve szerint a tökéletesség és szépség minden vonásával. Erről igen sokat lehetne mondani, válaszol Don Quixote. Csak az Isten tudja, van-e a világon Dulcinea, vagy nincs. Puszta fantome, vagy sem. S ez nem is olyan tény, amiről szükséges volna az utolsó porcikáig bizonyosságot szerezni.
Az én imádottam sem én bennem nem fogamzott, sem én nem szültem. De azért olyannak látom, ami ennek lennie kell, olyan úrhölgynek, aki egyesíti magában mindazt, amivel a világ leghíresebb hölgyévé válhat. Legyen hát kifogástalanul szép, büszke, kevésség nélkül, szerelmes, de erényes, hálás, mert udvarias, udvarias, mert művelt, s végül előkelő származású, mert a nemes vérben jobban tündököl és tökéletesebb a szépség, mint az alacsony származásban. Az igaz, mondta a herceg, azonban ne vegye rossz néven Don Quixote úr, ha megjegyzem, az ön hőstetteiről olvasott történet késztett erre, mert elmondja, hogyha csak ugyan él is az a Dulcinea, akár tobozóban, akár másutt, s ha teljes tökéletesség, olyan szép, amilyen kegyelmet festi előttünk, ami származását illeti, valóban nem vetekedhet sem az orjanák, sem az alajasztrék, sem a madásimák, sem más e fajta hölgyek származásával, akikről, mint kegyelmet igen jól tudja, a lovagregények szólnak. Erre azt hozhatom fel válaszul, mondta Don Quixote, hogy Dulcinea a saját tetteinek leánya, és hogy az erény megnemesíti a vért, s hogy sokkal többre kell becsülni az alacsony sorsú erényest az előkelő állású vétkesnél. Azon kívül Dulcineának olyan címere van, hogy koronás királynővé lehetne, mert a szép és erényes asszony érdemei a legnagyobb csodákra is képesek, s alkalmassá teszik, ha talán alkatilag nem is, lényegileg bizonyosan, hogy bármi nő igényeket kielégítsen. Be kell vallanom, Don Quixote uram, jegyezte meg a hercegné, hogy kegyelmet felfogásának, amint mondani szokás, megvan az eleje és a veleje, s most már az egész házam népével, sőt, ha szükséges, magával, hercegi férjemmel is el tudnám hitetni, hogy tobozóban csak ugyan van egy Dulcinea, hogy valósággal él, és szép, s igen előkelő származású, méltó arra, hogy olyan lovak szolgálja, mint Don Quixote uram. Aminél nagyobb dicséretet nem tudok mondani. Azonban nem tehetek róla, kifogásom is van, és némileg neheztelnem kell Sancho Panzára. Az a kifogásom, hogy amidőn Sancho Panza felkereste Dulcinea kisasszonyt, amikor kegyelmed levelével jelent meg nála, az említett történet úgy beszéli el, hogy Sancho éppen egy zsák búza rostálása mellett találta, s az igazság kedvéért azt is hozzáteszi, hogy piros búza volt. Ez a körülmény kissé kétségesé teszi a hölgy előkelő származását. Erre Don Quixote így válaszolt. Kegyelmes asszonyom! Méltóságodnak tudnia kell, hogy minden, ami velem történik, de legalábbis nagy részt eltér a többi kóborlovag megszokott kalandjaitól. Meg lehet, hogy a sorsnak kimutathatatlan akarata rendelte így, de az is meg lehet, hogy valami irigy varázsló rossz akaratából történik. Bizonyított, hogy majd minden, vagy legtöbb híres kóborlovagnak az volt a különös kiváltsága, hogy nem lehetett megbűvölni. Vagy olyan kemény húsa volt, hogy nem tudták megsebesíteni, mint például a nagyhírű Roldánt, a 12 franciaországi per közül az egyiket, akiről azt mondják, hogy csak a bal lába talpán volt sebezhető. Ott is csupán valami vastag, gombos tűhegyével, és semmi más fegyverrel. Úgyhogy amidőn Bernardo del Calpio Roncesvallesnál életét vette, látva, hogy kardjával nem boldogul, felkapta a földről, úgy folytotta meg, mivel éppen eszébe jutott, hogy miként vetett véget Herkules, Anteusznak, ama kegyetlen óriásnak, akiről azt állítják, hogy a föld fia volt. A mondottakból arra következtetek, nem lehetetlen, hogy nekem is van valami kiváló tulajdonságom. Nem az, hogy sebezhetetlen vagyok, mert akárhányszor látnom és tapasztalnom kellett, hogy az én húsom inkább puha, s egyáltalában nem szívós. De meg az sem, hogy ne volnék elbűvölhető, hiszen megtörtént már verem, hogy ketrecbe vetettek, pedig a világ minden hatalma sem tudott volna bezárni, ha nem varázslat útján történik. Mint hogy mégis kiszabadultam, szeretném hinni, hogy nincs rajtam többé semmi varázslónak hatalma. A varázslók látják, hogy az én személyem ártalmára nem gyakorolhatják gonosz mesterségüket. Ezért azokon állnak bosszút, akiket én legjobban szeretek, s úgy törnek életemre, hogy akiért én élek, Dulcineámnak okoznak gyötrelmet. Ezért azt hiszem, hogy amidőn csatlósom küldetésbe járt, akkor is a varázslók változtatták Dulcineát parasztleányjá, s ők kényszerítették a búzarostálás pórias foglalkozására.
Egyéb iránt mondtam én már, hogy a búza nem volt sem tiszta, sem kétszer búza, hanem mind meg annyi igaz gyöngyszem. Igazam bebizonyítására felhozhatom nagy méltóságtok előtt, hogy amint nemrég Tobozóban jártam, semmiképpen sem tudtam Dulcine a palotájára akadni. Mikor aztán másnap csatlósom, Sancho a maga igazi alakjában látta őt, olyannak, hogy szebbet a földkerekségén hiába kutatnánk. Én Ruth paraszleánynak láttam, buta beszédét hallgattam, pedig ő a világ legértelmesebb lénye. Mint hogy én kiszabadultam a bűvöletből, s amint látszik, többé el nem bűvölhetnek. Őt varázsolták el, bántották meg, alakították át, forgatták ki, rajta álltak bosszút az én ellenségeim. Ezért szakadatlanul omlanak érte könnyeim mindaddig, amíg újra régi állapotában nem láthatom. Mindezt pedig azért mondtam, hogy senki ne akadjon fenn, hogy Sancho azt említette, hogy Dulcinea szitált vagy rostált. Ha az én jelenlétemben is elváltoztatták, csoda-e, ha Sancho szeme előtt is kiforgatták. Dulcinea bizony előkelő és úri származású, s régi jeles tobozói nemes család sarjadéka. Bátran merem mondani, hogy Dulcinea csak ugyan arra hivatott, hogy a jövendő századokban oly híressé és nevezetessé tegye szülőhelyét, mint Helena Tróját, a Káva pedig Spanyolországot. Csak hogy több okkal és nagyobb dicsőséggel. Másrészt azt is meg akarom említeni hercegségteknek, hogy Sancho Panza az egyik legmulasztságosabb csatlós, aki valaha kóborlovagot szolgált. Néha olyan elmés ostobaságokat mond, hogy nem kis mulatság találgatni, vajon elmése vagy ostoba. Néha olyan ármányos, hogy mindenki lókötőnek gondolná, máskor meg olyan együgyű, hogy bolondnak látszik. Mindenben kételkedik, és mindent elhisz. Néha már-már azt hiszem, hogy elsüllyed bolondság a mélységében, és egy-két elmészséggel egyszerre az égig emelkedik. Szóval oda nem adnám akármilyen más csatlósért, s ha egy várost kapnék is vele ráadásul. Mégis kétlem, jó lesz-e kormányzóvá tenni, ahogy hercegséged akarja, bár annyi bizonyos, van benne némi kormányzó tehetség, s az ember kisé pallérozná az eszét, azt hiszem, úgy eligazgatna akármelyik kormányzóságon, mint a király a maga adófizető tartományai felett. Egyébként gyakori tapasztalásból tudjuk, nem kell valami nagy ügyesség vagy tudomány, hogy az ember jó kormányzó legyen, hiszen százával lehetne példát felhozni, hogy írástudatlanok is úgy kormányoznak, mint a saskesejű, vagy legalább mint a szarka. Az a fő, hogy az emberben meglegyen a jó akarat s a becsületes igyekezet. Tanácsadókban és útmutatókban, hogy mit, hogyan kell cselekedni, sohasem lesz hiány. Ezt az úri származású, de tanulatlan kormányzók példája bizonyítja, akik helyett valami jogtudós hoz ítéletet. Én azt tanácsolnám, soha se engedje magát megkeretni. Soha ne térjen le az igazi útról. S volna még több mondani valóm, de most még magamban tartom. S majd előállok vele annak idején, ha Sancsónak s a kormányzására bízott szigetnek hasznára lehetek. A herceg és a hercegasszony és Don Quixote eddig jutottak beszélgetésökben, mikor egyszerre zaj és kiáltozás hangzott fel a palotában. Sancho egészen elrémülve rohant a terembe, nyaka körül törülköző helyett mosogató rongyal, mögötte pedig több siheder, vagyis jobban mondva kukta, s egyéb szolganép loholt. Az egyiknél vízzel telt vödör volt, színe szaga elárulta, hogy mosogató lé. A vödrös mindenütt a Sancho sarkában volt, s azon iparkodott, hogy Sancho szakálla alá nyomja az edényt, a másik kukta meg a mosdatáshoz készült. – Mi ez, fickók? – kérdezte a hercegné. – Mit jelent ez? Mit akartok ezzel a jó emberrel? – Hogyan? Nem gondoltátok meg, hogy kormányzónak neveztük ki? A kukta borbély így válaszolt. Ez az úr nem hagyja magát megmosdatni, pedig urunk a herceg, s az ő gazdája is megmosakodott. Dehogy is nem akarom, szabadkozott Sancho nagy haraggal. Csak hogy tisztább törülközővel, tisztább vízzel, meg nem is ilyen szúrtos kézzel, mert uram is közöttem csak ugyan nincs akkora különbség, hogy őt angyal vízzel mosdatják, engem ördög lúggal szapuljanak. Tisztelet a fejedelmi házakban és birtokokban uralkodó szokásoknak, amíg terhünkre nem válnak. De az efféle mosdatás rosszabb a korbácsolásnál. Aki ide mer jönni, hogy engem megmosdasson, s illetni meri akár egy szál hajamat vagy szakállamat, tisztesség szólván úgy megütöm, hogy szétmegy a kobakja.
mert ilyen cirimóniák és szappanozások csúfot űznek a vendégből, nemhogy megtisztelnék. A hercegné alig tudott hová lenni nevettében, Sancho haragja és kitörése láttán, hanem Don Quixote-nek sehogyan sem tetszett, hogy ilyen szivárványos törülközőt kötöttek Sancho nyakára, és hogy annyi kukta ugrálja körül, ezért mélyen meghajolt a hercegi pár előtt, mint egy engedelmet kérve a szólásra, azután így kezdte beszédét. Enye lovagurak, ne bántsák ezt a legényt, menjenek oda, ahonnan jöttek, vagy ahova akarnak. Van az én csatlósom olyan tiszta, mint akárki más, és neki ez a kis vödör igen silány, szűk szájú bögre. Fogadják el tanácsomat, s ne bántsák, mert egyikünk sem szíveli az ilyen téfát. Sancho vette ki a szót szájából, s így folytatta. Nem, 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 csak próbáljanak tovább bolondozni, akkor bánnak ki velem, ha zöld hó esik. Ide hát azzal a fésűvel, vagy akármivel. Vakarják meg a szakállamat, s ha találnak benne valamit, ami a tisztaságot sérti, akkor olyanra vághatják, mint a kakas taréja. Most a hercegné egyre nevetve így szólott. Sancho panzának igaza van, s ezután is igaza lesz mindenben. Tiszta ő, és nem szorul mosdatásra. S ha náluk dívó szokás, nincs inyére, a lelke rajta. Különben is ti, tisztaság szolgái, nagyon illetlenül s meggondolatlanul, hogy azt nem mondjam, vakmerően viseltétek magatokat, amidőn ilyen embernek s ilyen szakálnak színaranyból készült tál és kancsó helyett, meg a legfinomabb patyolat törölköző helyett, favödröt hoztatok, meg mosogató rongyot. De nem csoda, mert haszontalan bitangok vagytok, s mint aféle semmire kellők, meg nem állhatjátok, hogy ne bosszantsátok a kóbor lovagok csatlósait. A kukták, de még maga a velük tartó udvarmester is azt hitte, hogy a hercegasszony csak ugyan komolyan beszél. Mentelle is vették Sancho nyakáról a törlőruhát, zavartan és irulva-pirulva elkotródtak. Amint Sancho látta, hogy ettől a véleménye szerint főben járó veszedelemtől megszabadult, a hercegné lába elé borult és így szólt. Nagyúri asszonyoktól nagy jó téteményeket szoktunk várni. Azt, amit hercegséged ma tett velem, nem lehet kevesebbel meghálálni, mint hogy azt kívánjam, bár kóbor lovagá ütnének, hogy egész életemet magasságot szolgálatának szentelhessem. Paraszt vagyok, Sancho Panza a nevem, van feleségem, családom, s fegyverhordozóként szolgálok. Ha magasságodnak valamiben szolgálatára lehetek, még mielőtt parancsolná, már is engedelmeskedem. Meglátszik, Sancho, válaszolta a hercegné, hogy kegyelmed az udvariasság iskolájában tanulta az udvariasságot. Meglátszik, mondom, hogy Don Quixote úr kebelén nevelkedett, mert gazdája maga a született udvariasság és a ceremóniák, vagy amit kegyelmed mondja, a cirimóniák virága. Isten tartsa meg az ilyen gazdát, s az ilyen szolgát, legyen a gazda a kóborlovagság sarkcsillaga, a csatlós pedig a fegyverhordozó hűség fénycsillaga. Keljen fel, derék Sancho, azzal akarom viszonozni udvariasságát, hogy megkérem férjemet, a herceg urat, teljesítse, amilyen gyorsan csak lehet ígéretét, és adja át kegyelmednek a kormányzóságot. Itt a beszélgetésnek vége szakadt. Don Quixote a szobájába vonult, hogy kissé pihenjen, a hercegné pedig arra kérte Sanchót, hogy nem nagyon álmos, töltsön áll a délutánt, udvarhölgyei körében, egy hűvös, árnyas teremben. Sancho azt felelte, igaz ugyan, hogy ő is nyaranta délutánonként 4-5 óra hosszat is szokott szundikálni, de ma minden erejét meg fogja feszíteni, s a hercegasszony szolgálatára nem alszik, hanem teljesíti, amit parancsolnak. Azzal eltávozott. A herceg új rendeleteket adott ki, hogyan bánjanak Don Quixote-val, mint kóbor lovaggal, s egy hajszára se térjenek el azoktól a szokásoktól, ahogy állítólag a hajdani kóbor lovagokkal bántak.